A Szuperligából való kiesés után a lehető legkevesebb időt töltötték az NB1-ben a nyíregyházi tekézők, akik a bajnoki címet követően ismét a legmagasabb osztályban szerepelnek majd. Éppen ezért nyáron sem álltak le teljesen az edzésekkel a játékosok, augusztus elejé óta pedig már teljes intenzitású munka folyik a Városi Stadion tekecsarnokában. Az elmúlt napokban felkészülési meccseket is játszottak fintáék, a Debrecent oda-vissza verte az NTK, és a szlovákiai Nagysárosról is győzelemmel tértek haza a nyíregyháziak. A legutóbbi bajnokságban számításba vett keretből senki sem távozott, viszont jelentős erősítésnek számít a Salgusz csapatától érkező Stréjer Tamás. Cseszlő Sándor klubelnökünknek sikerült nyílbeütni ezt az átigazolást. Sokadik kérdésünkre azt lehet mondani, hogy a Stréjer Tamás igent mondott, és nagy örömünkre csatlakozik a csapathoz, úgyhogy az utolsó pillanatban sikerült őt átigazolni. Vele együtt most már azt lehet mondani, hogy a csapatnak a bemaradási kérdései megoldódni látszódnak, így mindenképpen a stabil középmezőnyhöz szeretnénk majd csatlakozni, és bízunk benne, hogy egy-két nagy csapatnak, a kiemelkedő nagy csapatnak a bajszát majd hazai pályán meg tudjuk húzgálni, és mindenképpen azt lehet mondani, a jövőre nézve egy jó csapatfelépítést tudunk majd a nyíregyházi Teke klubnál végrehajtani. A nyíregyházi csapatnak az elmúlt években rendre nehéz volt a sorsolása a szezon elején, és ez ezúttal sincs másként. Mi a feljutó csapat voltunk ebbe a szezonban, annak számítunk, így azt lett nagyon rögtön az elején megkapjuk a nagy csapatokat, mint ahogy az első mérkőzésünket idegenbe kell vívnunk egy jó formában lévő Győrrel szemben, és akkor utána nem beszélve arról, hogy hazai pályán fogadjuk az Allegerszeg csapatát, a bajnok Szeged csapatát, majd utána következik egy Répszalaki kirándulás, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az első négy forduló papíron abszolút nem a mi esélyeinket favorizálja, de bízunk benne, hogy sikerül felpörögni, nagyon szeretnénk már akár Győrben egy kis meglepetést okozni, tehát semmiféleképpen a nagyok ellen sem feltett kézzel fogunk majd pályára lépni, hanem egyenőre élvezni szeretnénk a Szuperligát, és mindenképpen az azutáni fontos mérkőzésekre szeretnénk majd felhangolni a csapatot. A nyíregyháziaknál a következő szezonban játékos edzőként Mogyorósi Péter állítja majd össze a csapatot. A 12 csapat a Szuperligától 4 együttes búcsúzik a bajnokság végén.